És. Az növő! Hol? Igen! Na sziasztok, visszatértünk, FIFA 23, második rész, itt vagyunk Milukával. Köszönjük, hogy az első részre ennyi pozitív visszajelzés, rengeteg komment, amikből szemezgettünk is bőségesen. Ennek köszönhetően már képernyőn láthatjátok is, ide a Squad Hub-ba összeraktunk játékosokat, akiket ti írtatok. Nagyon sok komment érkezett például Szalai Attilára, őt mindenképp kiszemeltük, mint egy belső védő, akit akarunk igazolni. És főleg Kerkezre, oda érkezett a legtöbb. Így van. Illetve a leglájkoltabb kommentünkben szerepelt Elanga, illetve William, szóval őket is beraktuk, és most már ráállítottuk az embereinket, hogy keressék meg, milyen az értékelésük, mennyire kerülnek. De hát magunk is kicsit nézelődtünk, és Négót ingyen igazolatok között megtaláltuk, ami egy óriási rotációs lehetőség nekünk, mert tényleg csak egy... A védelmünk nagyon gyenge, úgyhogy a jobb hátvéd pozíciójában szerintem nagyon kelleni fog nekünk. Ez alatt a rész alatt is nyugodtan írjatok a kommentben, hogy kiket szeretnétek még. Nem muszáj, hogy magyarok legyenek, lehet bármilyen mémjátékos, kedvenc játékos, rossz játékos, jó játékos, majd mi válogatunk. Megvan nekünk Négó Lajos. Hogy örül, szegény, világáról nem tud. Ronaldinho így nézett ki a tegnapi eseményem. Hoppá! Azt köszönjük. Újjongás, oda van a menet. Excellent deal. Ez már valami. Azt, 2 millió. Ennyi kérek is. És hol még lehet, tovább is értékesíthetjük azonnal. Jó, hát a többieket még ugye scoutoljuk, szóval haladunk tovább a meccsekkel, aztán utána visszanézünk rájuk, és hogyha elérhetők az értékek, akkor rárepülünk a srácokra. Egy újabb búcsú. PSD busz? Hát, úgy tényleg kicsit olyan. Na most, hogy elkerültük a fél keretet, akkor mehet is a második meccs. És azt beszéltük Nabilla, hogy itt ezeket az edzőmeccseket még így lepörgetjük ebbe az Attack Only módban, ez nagyon bejött nekünk módkor, úgyhogy pörgős volt, úgyhogy ebben bele is vághatunk. 11-es? Ah, már megint. Te vagy gyakorlod egy picit. Gyerekek! Abszolút, de nem érzem ezt az új tizit. Ezt ennél tökéletesebben nem lehet eltalálni. Az te közel volt. Az millimétereken múlott. Menjél hajaggal inkább középen. Megyek. Húzok rajta egyet. Velem húzhatsz, az egy jó karakter. Az meg. Nem is baj, nem is gond. És tedd! Teszem! Az egy az egy. Üres kapu szinte. Oh, igen, a két csillagos bal lábam az nem muzsikált úgy. De az jó, figyelj! Várjál, még jön, még jön, kipattanom. Az milyen löket volt? Bombasztik! 2-0! Nagyon nehéz dolgom lesz ebben az évadban. Na szép volt, még egy győzelem. Hibátlan pre-season. Ennyi. World class szinten ráadásul. Ez nem kérdés. Lehet, hogy feljebb kéne állítanunk. Na hát, vannak azért még kétségeim ezzel kapcsolatban. Hoppá, Maradonáért jött egy jó ajánlat. Maradona, már micsoda? Tesó, benne van a kezdőnk? Nem. Várjál, akkor itt tárgyaljunk én azt. Jó, ez egy nagyon jó ötlet. Na, én dobnék rá. Dobjál rá. Azt mondom, hogy 9-ért megpróbálnám elpasszolni. Te mire gondoltál? 8 félre azt mondom, csak komák szerint. Lessük meg. Annyi van, is, az igen, Pater. Szép munka. Final Scout. Nézzük, mi újság. Az nagyon jó ár. Nem rossz. Az nagyon jó ár. Elenge, nem rossz. Az se gyenge. Szalai. 14. Szerintem rácsúszunk is rá. Rácsúszunk. Két magyar tehetségre csúszunk. Ez kevés az erősítés amúgy arra a baloldali pozícióra, szóval. Ne. Ugye most igazolta le az Alkmaar. Akkor ő a téli szezonra ezzel fog csúszni. Ezzel igen. Viszont Williams-t majd megpróbálhatjuk. De előtte. Helyette jól fel. A jövőreg Szalai. De azt mondom, hogy 16-tal bekezdenék. Okos, nem lövünk nagyon fölé. 16 fél. 16, legyen 16 fél. Aha, nem jó, nem rossz. Ez teljesen oké. Ha eladjuk, akkor 10% még visszacsarog a Fenerbe, csinálj, de nem tervezzük, hogy eladjuk, úgyhogy ezt a 17,8 millió szerintem. Nem látjuk akadályát, hogy kezdő játékosért ez óriási üzlet, fejlődni is fog, fiatal, maradt még 88 milliónk a fele. Húszunk rá, akkor a következő legyen mondjuk Brandon Williams. Ez egy nagyon jó javaslat volt amúgy a kommentekben, szóval ez én nem is gondoltam volna. 7,5, szerintem az teljesen reasonable offernek tűnik. Ennyi. Elsőre. Akkor még Elangát nézzük meg a cserepadra. Hát így, hogy Kerkezt úgyse tudjuk, akkor azt mondom, belefél még egy de teljesen más poszt.
ennyi. Csak a baj, hogy right winger, jó, hát akkor Kerked meg bal hátvéd, de semmi baj. Szerintem a padra nekünk 10x millióért teljesen jó lesz. 11 millió. Aha, 11 is fél. Teljesen. Rendben is megy. Ilyen egyszerűen meg sosuk kötöttünk üzleteket. Erős Pistától, egész fasz a kis YouTube aknév, érkezett egy komment, hogy mennyire jók lettek a karaktereink a játékban. Mi abszolút Mátéra vagyunk a legbüszkébbek. Az öreg hajag 1/1 kopia önmagának. Sajnos belezoomolni annyira nem tudunk, de majd na, mi a vágóasztalon. Ezzel a kezdő 11-gel vágunk neki az első spanyol bajnoki mérkőzésének. Máté már fejlődött egy értéket, ami szuper. Williams és Négó és Szalai is debütál a csapatba. Én azt mondom, hogy ezzel meg elégedett vagyok. Köszönöm, hogy engem kitalálítottad a felsorolásból. Én is fejlődtem már egy értéket. Vágjunk neki, nézzük, hogy játékban is látszik ez a kis fejlődés, Milukán. Let's go! Puskás arénában debütálunk, ezt ugye még nem láthattátok, de úgymond így átneveztük a mi kis saját stadionunkat, a Puskásra. Ez egyelőre azért közelebb áll, nem tudom, a Balaton-Tűzfői kis stadionot, de nem baj, majd fejlesztjük a dolgot. De Máté, nézd meg, mennyire nagy, nagyon, nagyon tartja, kapitány. Milu piros, én sárga, végre egy normális kameraállás, nekem ez sokkal jobban tetszik, egyedül eddig emiatt nem tudtam jól teljesíteni. Ez egy szemenszedett hazugság. Zárjunk vissza, zárjunk vissza. A nagy kérdés, hogy a védőmunkám az fejlődött-e? Nem. Szép. Gyönyörű, Tarcsi, hogy tudja, hogy hol kell lennie éppen? Járassuk. Ó, az öreg Négó. Na végre is. Sebességgel közlekedik, és a hajam. Jön is a passz. Meg tudod oldani? Benni jön bent középen. Eltekem. Az nagyon jó. Az óriási passzer. Bölkeznek, köze sincs a meccshez. Micsoda gól öröm hajaktól. Kula előtt meg is sérül akkor. Igen. Négó jön örülni az új csapattársai. Az gyönyörű volt. Főnök. Ezt nevezem. Oda néz. Ezt nagyon szépen csináltad, fedezted, én is a csavarás. Bám. Én nagyon rendben vagyunk. Hát én igen. Ki adta a gólpaszt? Kizárásosan. Majd a mi halandunk. Úgy látom, hogy itt a Bálint lesz, aki itt kihozza a labdákat mindig. Gyerekek, az dara. Az dara. Lépj abba, beledre is sérül. Csak nem. Monoklit már meg is szerezte. Igen. Adom is. Lippivel mehetsz? Nagyon jó. Ez nem én vagyok. Ez én vagyok? Jó, oké. Lövöm is. Túl oldalra lövöm. Neeeee! Hát én is sétáltam vele. Szarul lő. Az ember nem tudja, hogy melyik játékossal van. Nem sárga volt. Az élet is valaki súly téged. Valaki jelentkezzen, aki tud játszani. Nabilt lecseréljük a második adás után. Azt végre jól helyezni. Csuszi. És... nagyon szép. Uff. Ez már lassan már látom. És most húz vissza mindig. Az nem is rossz. Nem ér oda, egyedül meg kell csinálni. Jaj, de szép! Fuck! Pirga! Szép. Ez nem is volt rossz játék. Megyünk a labdáján. Ott a kis kopaszodást hátul látod? Az így lenne? Ez így lenne? Itt nincs meg, ott megvan. Na, ezt nagyon szépen bejátszott, hogy el kell ismernem. Okosan. Be volt játszva. Ezért feleltem meg abban a felőle, de 3 percet beszéltük meg, hogy ne passzoljon és lőjön egyből, és szálljon le a sprint gomról. Most mit csinál? Sprint volt! Élete engem igazol. Mindegy, a lényeg, hogy előttem a gólt, nem is lehetne szebb. Hú, az nagyon csúnya volt. Dara, mit ad a spari? Úgy is van! Helyes! Nabil Fekir! Hát az, ilyenek ezek a Nabilok. Ilyenek ezek a Nabilok. Hát akkor neki füsti fecske? Kérem még akkor egy-két gólt vágni, tesó. És jön Négó. Jaj, de nagy játék. Vagy én elveszem tőle. Ne csináld! Szép volt. Elenge, megszerzi a debütáló gólját, megszerzi, visszahúzza okosba, és a lövő, mit védett. Gyönyörű eredmény, a spanyol bajnokság nem áll készen még a Freestyle FC csapatára. 2-0 egy részről Betisára. Mint láthatjátok, egy kicsit itt a transfer shortlistünket frissítettük, beraktunk pár játékost, akik potenciálisan érkezhetnek a csapathoz. Közös kedvencünk, úgy gondoltuk, hogy rálépünk itt a main vonalra, megadjuk a lehetőséget Harry Maguire-nek, így, hogyha esetleg rosszul teljesítünk a szezonban, akkor van kire fogni, szerintem Lippi nagyon adja ezt az igazolást. Könyörgöm, áron alul próbáljuk megszerezni, fája szívem már előre. Na? 27 milliót szeretnének, jó, okay. nem rossz, nem fogom megadni, az biztos. Counter. Jaj, elrontottam! Harry Maguire! Ez már elengedhetetlen. Freestyle FC kiemelkedő játékossal gazdagodik. Harry Maguire. Na, ezzel a kezdő 11-jel vágunk neki az eszpanyol elleni mérkőzésnek. Jó lenne még egy győzelem. Maguire debütál.
Nem tudjuk, hogy mire számíthatunk hátul, de megnézzük. Kalai. Hogy megetette a védőt. Első labdaintésre, jól napot kívánok, eddig minden összeszedte magát. Jó vagyunk eddig. Várj, igen. És? Jön. Az tovább, még egy. Jó, van. Ne! Nabillal, tehát ő maga sem tud gólt rúgni, és az ő karakterével sem lehet gólt rúgni. Szép. És. Na, végig tudod? Az jó, az gyors. Nem. Az én játékosom, de gyors. Ja, itt csak rossz fele. Hú, na! De nagyon! Milyen labda szerzett, Fodor? Ekkora labdát szereztél, te jó ég! És Benny onnan nem hibázz el! Annyi, rúgd le a szöglezát, tartsi már! Tartsi, milyen mekkora sprint volt! Mekkora sprint volt a saját tér feléről a másik szöglezászról, az odaért a gólra, de az kevés. Hát akkor sem. Kifáztál jól ezek szerint. Kicsit üres lett a védelem. Valaki meg támadja? Ajj! Gyere, Perez! Gúljon ki rá, hát gurult a labda, mint a... Úrva lassan gurult a labda. Mi van, fordított az eszpanyol. Én most innentől Silence-be végigjátszom azt a meccset. Úgy sem fogja Silence-be végigjátszani. Fejemet rá. Nyugodtam pofát. Fejemet rá. Benire. És... Benne egy szíves. Ennyi. Belének jó meccse van most. Nagyon rendben van. Második gól. Annak a szögletzászlónak azért valami bífje lehet Benire, ez most már igen, az első alkalom, hogy üti vágja. Na hát, eseménydús első fél idő. Vagy nem lehet tudni előtte. Úristen, mekkora zsuga. Megvár, jön! Mit ment? Jól van, oké. Beadás. Bum. Jó. Ó, mit védett? Nem hiszem el. Nem hiszem el. Te vagy, vagy én? Én vagyok, már egyszer. Jó, mindegy. Az jó, az nagyon jó! Hallja a gól! Nézd meg, kifut a közönséghez. Ez egy predátor. El is álljult, kész, elviszi a mentő. Ajj, az hogy fér be kettő közé? Pa! Védelemben nagyon nagy bajba vagyunk. Maguire! Kiollózta a gyerek? Közünk nincs a meccshez. Nem, nagyon szép volt. Aj! Perez! Kinek? Na! Kinek? Közepe! Na! Passz meg! Na, és, hajadna. És! Az lövő! Volt! Igen! 92. percben! Megint megvan! Az egész csapat extázisba örülnek! Hú, azt nem hiszed el! Kora gólt lőttem. Hú, 3 gól, 2 meccsen hajagosnak. Extra. Lewandowski félhet a góllövő listán. Az igen. Durran is ki a nyakért. Ultra defendingbe ér már. De most. Megwire. Úristen. Igazság pillanata. Áááá, ne csinálj! Milyen bébés! Húlják már le! 95. percúzó szöglet. Innen nem lehet, nincs az a dráma. Kaput elő, megint fönn. Tudod, ismerős. Hogy mi van utána. Jó, mehet előre. Kapusnak! És ne fújjon! Na de megvan, hibátlanul vagyunk egyelőre a La Ligában. Hajagos dupla, Benny dupla, gyönyörű gyerekek. Srácok, én ezt szeretném látni a szezon végén is. A Freestyle FC csapata igaz foltverseny a Sevillával és a Barcelonával, de első helyen tanyázik a jobb gólkülönbségnek köszönhet. Első két meccs rendben volt, igazolások szerintem rendben vannak. Már aki, de aláírom, Maguire sem ment rosszat. Nem ment rosszat, hát még azért szeretnénk fejleszteni majd a csapatot, úgyhogy továbbra is, ahogy mondtuk többször is az adás során jöhetnek pontosan. Az igazolások, illetve az, hogy ki jöjjön Nabil helyett, az is jöhet a kommentekbe, úgyhogy ennyi lett volna a második epizódunk. Remélem, próbálunk majd jelentkezni, amilyen sűrűn csak tudunk, úgyhogy következőben találkozunk. Sziasztok! Peace!